Az hölgyeim és uraim, ma egész nap a párizsi békekonferenciáról és annak hatásairól beszélünk. Azt hiszem, a délutáni ülésszak elsősorban abban különbözik a délelőttitől, hogy délelőtt a határokról, a környező országokban megfogalmazott igényekről és ezeknek a teljesítéséről beszéltünk. Most pedig a délutáni ülésszak előadói, akik egyébként mind a Veritas Történetkutató Intézet munkatársai, azokról a hatásokról fejtik ki véleményüket, amelyek Magyarországon és határon túl a sajtóban, illetve bizonyos szervezetekben, fegyveres erőknél, valamint a külügyi szervezetben kifejtettek. Elsőként szeretném bejelenteni, hogy Zinner Tibor, a Veritas Történetkutató Intézet levéltárának vezetője, tiszteletbeli egyetemi tanár tart előadást arról, hogy Magyarország milyen helyzetben volt, hogy nézett ki 1946-47 fordulóján, tehát közvetlenül a párizsi békeszerződés megkötése előtt. Kérem szépen, fáradj! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Főigazgató úr, kedves vendégeink! Kezdjük egy nagyon egyszerű bejelentéssel. Nem ez lesz az egyetem bejelentésem, az az mondat, ami Rákosi Mátyástól származik, hogy a fordulat éve, ez sem igaz. Azért nem igaz, mert mindaz a fejlődési folyamat, mindaz az országra rákényszerített, a korábbi organikus fejlődéssel szemben álló rendszer, az nem 1948-ban született meg, mi több, még csak nem is 1945-ben, mi több, még csak nem is Magyarországon, hanem valahol egészen máshol, és erről a Rubikon állt, a Kálai konferencián Fülöp Mihály már szólt, valahol a történet Olaszországban kezdődik, az olasz fegyverszünetnél, amelyben a Szovjetunió a Szövetséges Ellenőrző Bizottságban csak névleges szerepet játszik. Ez a névleges szerep biztosította Sztálin haderejének, biztosította magának a gyarmatosító szovjet birodalmi vezetésnek azt a lehetőséget, hogy Kelet-Európa országaira azt a rendszert kényszerítse rá, amelyeket, ha azt úgy veszem, elindultak valahol Itália félszigeténél, majd folytattak Sztálin és Churchill találkozóján, de ott még jó volt az arány, mert legalább 50-50 volt szó szerint, hogy aztán pár órával később az Eden-Molotov találkozón, ez már 80-20%-ra, de nyilvánvalóan a Szovjetunió javára módosuljon, és minként annak idején oly sokszor Mindszenty József papírra vetette az Egyesült Államok követségének, majd nagykövetségének a menedékében, az Elbától keletre élő százmilliók, ha úgy tetszik, a rab nemzetek története, nem ott kezdődött el, hogy véget érte a második világháború, hanem ott kezdődött el, ahol a második világháború utolsó csatái zajlottak. És nem csupán Torga ebből a szempontból fontos, mert itt nem lehet nem beszélni arról, hogy nem egy kézfogás történt csupán nagyhatalmi oldalról, az Elba egyik oldaláról a másik oldalára érkezőkkel, hanem arról is szólni kellene, amiről Bolhi László és sokan mások is egyre többet beszélnek, hogy mindaz, ami Teheránban bekövetkezett, nevezetesen, hogy döntenek arról, hogy nem az Adria partján fognak a szövetségesek, az nem létező, de születő Jugoszláviában partra szállni, hanem a La-Manche csatorna partján lesz a bizonyos Overlord. Ez egyetlen egyet jelentett azzal is, hogy a nyugaton harcoló német erőket keletebbre tolták, minél kevesebb legyen az amerikai áldozat, és mindaz, ami Magyarország népével és zsidóságával 1944. március 19 után bekövetkezett, nem kismértékben ennek a politikának egyenes folyománya és következménye volt. Erről nem beszélni, ugyanolyan történelmi bűn, mint minden másról hallgatni.
És hogyan folytatódott? Azzal, hogy demokrácia jött Magyarországon, hogy koalíciós kormány jött? Ez csak egy-két momentumra engedjék meg, hogy utaljak. 1944. április 4 és 11 között, mert ugye tudjuk, hogy Sztálinnak azt jelentették, hogy 4-én szabadították fel Magyarországot, és ezt ünnepeltük ugye a Vödör ünnepéként évtizedeken keresztül, mert ekkor esett az ország csöbörből Vödörbe. Majd ezt követte az újabb tényfeltárás, a ma már itt megemlített Zilbaer Györgynek a részéről, aki megállapította, hogy az utolsó német erőket több mint egy héttel később üzték ki Magyarországnak a földjéről. De ebben a két dátum között, 4 és 11 között, Rákosi Mátyás jelentett, nem akár kinek, az ekkor már nem létező Komintern korábbi első számú vezetőjének, Dimitrovnak Moszkvába. Ez a jelentés azt tartalmazta, nagyon röviden próbálom szó szerint idézni, éjjel-nappal jó hangulatban dolgozunk, hogy a belénk vetett reménynek megfeleljünk. Tisztelettel érdeklődöm, vagy milyen lehetett ez a remény, és miről szólhatott ez a remény? Arról, ami itthon még akkor tényleg sokakban, másokban, ahogy tetszik az utitárs szocdemekben ugyanúgy, az őszintén gondolkodó parasztpártiakban és kisgazdákban benne volt, hogy itt valami új kezdődik. Nem véletlenül használtam az őszintén szót. Senki nem tudta, hogy ezekben a pártokban hány kommunista ügynök, hány úgynevezett kriptokommunista, hány a magyar illegális kommunista pártnak is már tagjává vált ember ügyködik, hogy végrehajtsa azokat az ukázokat, azokat a parancsokat, amelyek nyilvánvalóan, nem nyilvánosan jelentek meg a sajtóban. És nyilvánvaló volt az is, hogy mindennek a politikának a végrehajtására egy jól bevált eszközrendszerrel, egy jól felépített katonai, illetve belügyi titkos rendőrséggel együtt lehet úgy neki szaladni, hogy egy régit eltöröljenek, és egy újat hozzanak létre. Nyilvánvaló volt az is, hogyha egy ilyen rendszert importálnak, ha úgy tetszik, Moszkvából nézve exportálnak egy országba, annak előbb-utóbb nem csupán a politika világában, hanem a harmadik világban is, a harmadik hatalmi ágnak a világában is előbb-utóbb nyoma lesz, és nem kellett várni, kérem, az 1946. évi 7. törvényre, a köztársaság és demokratikus államrend védelméről beterjesztett törvényre, a mai idézett Súlyog Dezsőnek a megnyilatkozására, aki ezt hóhér törvénynek nevezte, mert kérem, már 1945. májusában, amikor Meskó Zoltánt, mondhatnánk egy politikai pojácát, elítélnek, először a népbírósági tanácselnök első fokon a minimumra, 5 évre tornázza fel az ítéletet, de csupán népellenes bűncselekményért, mert háborúsért nem tudják elítélni. Majd jön a szociáldemokrata népbíró Bojta Béla vezette tanács, amelyik azonban már 15 évre emeli fel a büntetését. Miért? Azért emeli fel, mert nem tiltakozott 1941. júniusában Bárdosi László miniszterelnök bejelentésével szemben, amelyik ugye hadiállapotban állást tartalmazta. Egy fél mondatot mindössze, a korabeli házszabály nem is tette lehetővé, de ezzel az ítélettel viszont Bojta egyetlen egyet ért el, nevezetesen azt, hogy még a szabad nép is alapjára vette, mondván nem azért ítélték el, mert fasiszta volt, hanem azért, mert nem volt demokrata. Nem azért ítélték el, amit tett, hanem azért ítélték el, amit nem tett. És a sor, kérem, nem állt meg, és nem kellett várni hónapokat az újabb, mondhatni nevetséges, fogalmazzuk nyugodtan így, törvényszegő ítéletre, különben Meskó 56. októberében a forradalmárok jóvoltából szabadul, visszaviszik, és 10 nappal halál előtt kap a büntetésének végrehajtása alól letöltési kegyelmet. Hanem itt van a következő ember, az a Béldi Alajos, aki a magyar nemzetőrségnek az első parancsnoka, nem Király Béla volt az első, mert őt 44. augusztus 28-án neveztek ki a kormányzó ebbe a pozícióba. Bildit a németek természetesen letartóztatják 1944. október 15-16-át követően. Szabadul, önként elmegy Debrecenbe, mint ahogy Jáni Gusztáv nyugodt lélekkel hazajön nyugatról, mert nem tudja, fel se tételez, hogy amit ő csinált
komoly katonai beosztásában az bűncselekmény lehet. Nos kérem, a január 30-án hazajött Rákosi, az Debrecenbe önként jelentkezett Béldit, aki a Magyar Fegyverszüneti Delegáció Katonai Bizottságának az elnöke, február 12-én letartóztatja, első és másodfokú halálra ítélik. Nos kérem, itt van valahol a kutya elvermelve. Az elsőfokú ítéletnél a szociáldemokrata népbíró a következőképpen foglal állást a tekintetben, hogy nem szabad neki kegyelmet adni. Azért nem szabad neki kegyelmet adni, mert a többi háborús bűnös rosszul fogalmaz, mert főbűnösökről van szó, úgy szólván mind nyugaton vannak, és hogyha Bildinek megkegyelmeznénk, akkor a többit nem adnák ki. Én úgy gondolom, ha arról beszéltünk itt majd kollektív bűnösség, akkor ugyanez a szemléletmód, ugyanez a gondolkodásmód az akkor koalíciós népbíráskod úgy szintén jellemző. És így jutunk el egy olyan folyamathoz, hogy mindezek ellenére egy fantasztikus választási eredmény következik be, minden kommunista terror, minden agitáció ellenére a voksolás meghozza az eredményt november 4-én, illetve azt megelőzően a fővárosban. Nos kérem, ez az a történelmi pillanat, amikor a megszállók rájönnek arra, hogy itt, ebben az országban demokratikus körülmények között hatalomátvételnek lehetősége föl se csillan. Ezért élnek mindazokkal a lehetőségekkel, amelyik akár tálcán kínálódik a számukra, akár tálcán hozzák, akár véletlenszerűen. És az egyik ilyen véletlenszerű dolog az, hogy 1946 nyarán a katonai titkos szolgálatnak feltűnik, hogy a Calvin téri templomból a vasárnapi istentiszteletet követően fiatal kisgazda képviselők mennek ki egy lakásba fel a Kecskemét utca, Bástya utca sarkán, bizonyos Szent Miklós István volt vezérkari őrnagyhoz, a legfelső honvédelmi tanács volt titkárához. Vajon mit akarhatnak? Hát kérem, a korabeli high-techet az jellemezte, hogy kell egy szomszéd lakásba bemenni, kell egy kötőtű, bele kell verni a falba, hozzá kell tenni egy statoszkópot, és akkor lehallgatjuk, hogy mi történik a falon túl. Hát sokat nem tudtak megállapítani, mert csak papírcsörgést, de ebből Pálffy György egyből levont az egyoldalas jelentés utolsó sorába azt a következtetést, hogy valószínű, hogy egy embrionális állapotban lévő összeesküvésnek jutottak a nyomára, mert a papírcsörgésből nyilván az következik, hogy nem újságot olvasnak, hanem valamilyen térkép fölé hajolnak. Kérem, ezzel lehet nevetni, aztán ez belekerült nekünk pár évtizedbe. Mert ebből a borzalomból, ebből a jelentésből születik meg január 4-én a belügyminisztériumnak majd a közleménye, hogy Magyarországon az utóbbi hetekben, hónapokban demokráciaellenes összeesküvés lepleztek le, amelyik természetesen fasiszta összeesküvés, amelyek a köztársaság megdöntéseire irányul, amelynek van egy fegyveres vonulata, de az államvédelmi szervek ezzel szemben majd fellépnek. Jellemző a korabeli politikára, hogy Révai még a Szabad Népben azt írja le ugyanezen a napon a közlemény megjelenésekor, hogy az illetékes szervek pillanatok, percek alatt fel tudnák számolni ezt a szerveződést, de, teszi hozzá, kíméletlen megtorlásra van szükség. Nos, az előadásból pár hátralévő percben ennek az ügynek bizonyos vonulatáról csak azért fogok beszélni részletesebben, hogy önök megértsék azt, hogy itt nem 1948, nem 1949-ben, mint Zeus fejéből Pallas Athéné pattant ki ez az egész folyamat, hanem már 1946-47 fordulóján, sőt, ha még visszanyúlok, akkor egészen pontosan 46 tavaszán, amikor Feri Sándor már Rákosi Mátyásnak leírja, hogy a Demény ügy tárgyalására mit kell csinálni, hogyan kell beszélni az ügyésszel, hogyan kell beszélni a bíró, ki az, akik bejöhetnek a tárgyalásra, mitképpen kell a sajtót dezinformálni, azaz a saját hazugságokat lenyomni az embereknek a torkán. Nos kérem, az a tíz politikai bizottsági ülés, amelyiknek az anyaga nyomtatásban hozzáférhető, illetve a korábbi években, annó 1947-ben kiadott fehér könyv a Magyar Köztársaság ellenes összeesküvésről, a maga pőrességében bizonyítja ennek az álnok politikának, melynek két kimagasló képviselője, ekkor a Lajk László belügyminiszter, illetve Rákosi vezette politikai bizottság, hogy hogyan lehetett lépésről lépésre eljutni ahhoz a drámai mozzanatsorhoz, aminek egyrészt a következménye az lett, hogy február 25-én a megszálló szovjet hatóságok elhurcolták Kovács Bélát,
akit 5 éven keresztül nem ítéltek el, hanem csak 52. március 25-én, március 5-én 25 esztendős szabadságvesztésre, és 55. november 18-án térhetett vissza a Szovjetunióból. Ennek az ügynek lesz a folyamánya az, a szovjet kihallgatóknak a Városligeti fasorban, magyarul, hogy a Vorosilov fasorban, hogy annak idején hívták, de gyakorlatilag azoknak a kihallgatási anyagoknak a következményeként Nagy Ferenc miniszterelnöknek a Svájcban maradása, majd június 2-án a Nemzetgyűlés elnökének, Varga Bélának a menekülése. Ezt megelőzte már azonban április 16-án Jankó Péternek az elsőfokú tárgyaláson kihirdetett 3 halálos ítélete, amely végső soron szerencsére utóbb egyre degradálódott, a másik kettőnek a szerencsétlen Donán Györgynek viszont az életébe került, akit 47. október 23-án fosztottak meg a gyűjtőfogházba az életétől, és miközben mi történt? Semmi nem történt. Mindössze arról volt szó, hogy ezek a politikusok nem szerveztek fegyveres összeesküvést, ezek a politikusok nem álltak össze, hogy megdöntsék a fennálló rendszert, mert se erejük, se pénzük, se posztú, se paripa nem volt, hanem egyetlen egy volt, kitalálták ezt a szót, hogy penetráció, ami azt jelentette, hogy kapcsolatba kerülni azokkal az emberekkel, azokkal a politikusokkal, akik talán még másként gondolkodnak, mint azok, akik Moszkvából hazajöttek, és azokkal, akik utitársakká váltak, tehát akár a hazai kommunistákkal, vagy baloldalinak magukat minősítő szociáldemokratákkal. Kérem, a 10 fennmaradt dokumentum, a 10 politikai bizottsági anyagban szó szerint benne van, hogy beszélni kell a tárgyalást vezető elnökkel, beszélni kell a népbírókkal, megállapítják azt, ki legyen a kommunista népbíró, megállapodnak abban, hogy Ortutai segítségével mit fog a magyarországos tudósító, illetve a rádió közölni a tárgyalásokról. Mindaz, ami később már gördülékenyen a Rajk László és társai perben tetten érhető, mindez 1947-ben bekövetkezik. Még nincsenek letartóztatva valamennyien ebből a később 284 személlyel szemben indított 7 büntető tárgyalásnak a tagjai közül, amikor már eldönti azt az MKP politikai bizottsága, hogy Rajk és Rísz miniszterek, tehát a belügy, illetve az igazságügyminiszter megbeszélik az ügyet. A kommunista párt politikai bizottsága hoz egy határozatot a szociáldemokrata igazságügyminiszter feladatáról. Nem egy kormány tárgyal róla, nem maga az igazságügy résztvevői, hanem felülről, direktbe, bele. Nos kérem, ez hogy alakulhatott ki? Úgy, hogyha valaki megnézi mondjuk 45. március 5-éről Rákosi Mátyásnak Moszkvába küldött levelét H.I. Lászlóhoz, a párt ottani képviselőjében Rákosi azzal dicsekszik, hogy a helyzetet nem tudom jobban ecsetelni, mint azzal, hogy a politikai bizottság valamennyi vezetője amatőr. A vallatás és kihallgatás apró elemeire, kezdő elemeire nekem kellett megtanítani őket. Aztán 47. de január-februárjában egyik politikai bizottsági ülés követi a másikat, rendkívüli minisztertanács Kovács Béla ügyében. Idézem Rákosit. Nálunk a vallatás demokratikus. Én úgy gondolom, hogy ezek a itt felhozott dolgok, és akkor most már csak egy utolsó dokumentum, de ez nem ebből az időszakban, 53. június 27-éről, immár Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségi üléséről, ami ugye az időtájt nem igen jelent meg, és nem igen adták közvélemény szájba, és 1989-ig az egy példányban készült jegyzőkönyv nem volt kutatható, abba hangzik el, én vezettem az államvédelmi hatóságot, én döntöttem arról, hogy kit tartóztassanak le, kit bántalmazzanak, és ami ennél sokkal, de sokkal lényegesebb, kit mire ítéljenek el. Én úgy gondolom, hogy mindezt, amit itt elmondtam, egyetlen emberrel tudom legjobban alátámasztani. Azzal az Olti Vilmossal, aki az egyik leghírhettebb bírája volt a korszaknak, többek között a hercegprímás és társai elsőfokon eljárt bíróságának a tanácselnöke. Amikor a perújtási nyomozás 1989. decemberében zajlott Mindszent és társai ügyében, Oltit is kihallgatták.
megpróbálom szó szerint citálni az általa elmondottakat, miután az állam úgy működött, ahogy működött, a párt vezetőinek tudta nélkül se letartóztatni, se eljárást indítani, se bírósági tárgyalás nem lehetett. Nos kérem, az a 11 ember, aki részt vett ezeken a politikai bizottsági üléseken, mindent tudott. Volt, aki mind a 11-en részt vett, volt, aki csak 5-ön. Ez utóbbi volt Nagy Imre. A 11-en viszont részt vett Rákosi, Gerő. Az itthon nagyon szépen elhallgatott múltú Kovács István született Rózner Jenő. És részt vett rajta, kérem, az a Vagy Zoltán, aki csak a PB-nek a pót tagja volt, ezzel szemben a gazdasági főtanácsnak a vezetője. A többiek Kádár és társai 7-8 alkalommal. Összefoglalva, mit csináltak ezek az emberek? Ha most a jognyelvére, a kornyelvére próbálom visszafordítani, amit csináltak, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett olyan bűncselekménynek áldozata a magyar nép volt. Ha más megközelítésben akarom, akkor azt tudom mondani, hogy az előre megfontolt szándék az abban a mondatban rejlik, amit már citáltam, hogy azt a reményt, amit Moszkvába belénk vetettek, igyekszünk bizonyítani. Mindazt tehát, amit 46-47 fordulóján bekövetkezett, nem tekinthetjük véletlennek. Nem kellett itt várni 1948-ra, a kockát elvetették. Nem Budapesten, hanem a határon túl, és nem vette észre senki sem azt, hogy mindaz, ami 47. szeptemberében Szklárszka-Porelvában kezdetét vette, a Kominfornak a létrehozásával, ahogy tetszik, a világ egy táborból immár két táborba megy, ennek a mérkőzésnek a Fürpride Budapesten, a budapesti büntető törvényszék esküdtszéki nagy terbében tárgyalták. Hogy aztán ebből olyan következmények lettek, mondjuk, mint a szerencsétlen sorsú Mistét Endre miniszternek a letartóztatása, a majd 6 évi kényszermunkára ítélése, és véletlenül 2 további esztendőre még betartása, ez már csak hab volt a tortán. Utolsó gondolat és utolsó kör. A korszak egyik legnagyobb justizmordjának, bizonyos Bilkei Pap Zoltán nevű fiatalember kivégzését tarthatjuk, akit 2 alkalommal ítéltek halálra első és másodfokon, és Rísz és Rákosi minden közreműködése és aktivitása ellenére Donát kivégzésének a napján, 1947. október 23-án életfogytiglani kényszermunkával enyhített sorsán a Népköztársaság elnöki tanácsát és a Nemzeti Főtanácsot megelőző időszakban, követő időszakban a köztársasági elnök. Mert ennek a 3 fórumnak volt lehetősége arra, hogy kegyelmet biztosítson. Most kérem, 1951. január 14-én az a szép emlékű idézőjelbe történész, igazságügyminiszter Molnár Erik felterjesztést küldött a Népköztársaság elnöki tanácsához, hogy illetéktelen befolyás érvényesült Bilkei Pap kegyelmezésénél, és mások kivégzettek sorsa arra jogosítja őt fel, hogy itt modus vivendi legyen, a tálió érvényesüljön, csak nem abba, hogy Bilkei Pap gyilkos, hanem abba, hogy ha másokat felkötöttek, akkor neki is ez kell, hogy legyen a sorsa, és kérem, az elnöki tanács hozzájárult ahhoz, többek között az egyik aláíró Nemes Dezső történésznek a felesége, csak ő Szabó Piroska fedő néven írta alá anyagot, az elnöki tanács elnöke Rónai Sándor mellett, és behozták a Csolnoki kőbányából, és simán felakasztották a gyűjtőfogháznak az udvarán. Utána jött a rémtörténet, 1956 nyaráig az édesanyját, akinek halvány fogalma nem volt, hogy mi történt a fiával, különböző büntetésvégrehajtás intézetekbe küldték, hogy itt van, ott van, itt találja, ott találja, még végül aztán 56 nyarán megmondták, hogy 5 esztendővel korábban a fiát elnyelte a 298-as parcella. Nem véletlenül fejeztem be Bilkeivel, mert ő volt az első, aki 1946. évi 7. törvény alapján, a Hóhér törvény alapján így fejezte be az életét. Nem véletlenül beszéltem 46-47-ről, nem önmagában, hanem egy folyamatnak az eredményeként. Az a meggyőződésem, hogy szembe kellene néznünk azzal, hogy ez a történet nem a fordulatélev évvel kezdődött, nem biztos, hogy nekünk Rákosi Mátyás és társai által kitaposott ösvényen kellene a
továbbiakban járnunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen Czinner Tibor kollégámnak a számos konkrétumot tartalmazó előadását, ami valóban jól érzékeltette azt a hangulatot, amely 1946-1947 időszakában Magyarországon kialakult. Ugyancsak erről az időszakról, pontosabban az 1946-47-es párizsi béketárgyalásoknak a hazai és a nemzetközi sajtóvízhangjáról szól a következő előadás, melynek előadója Rácz János, a Veritas tudományos munkatársa. Kérem az előadás megtartását. Tisztelt elnök úr, tisztelt főigazgató úr, tisztelt konferencia, kedves barátaim és kedves kollégák! 524 szó az, ami a The Times 1947. február 11-i lapszámában megjelent, arról a tényről, hogy az úgynevezett öt csatlós állam, ugye köztük Magyarország, akik a úgymond nácikkal együtt vívták együtt a második világháborút, aláírta a békeszerződést. 524 szót ért ez meg, és nem sokkal többet a The New York Times oldalán. Ennyiben érdekelte az angol száz hatalmakat egy háborúnak a lezárása akkor és ott. Az első kérdésünk az az lehet, hogy miért, és mi történt ennek az egésznek a hátterében, mit akart nekünk üzenni a párizsi békekonferenciáról, és magáról a békeszerződésekről a nyugati sajtó, és mit kommentált itthon a magyar sajtó az eseményekről. Az első, amivel foglalkoznunk kell, az úgynevezett nagyhatalomügyi számtan. Ugyanis ebben az időszakban az első és legfontosabb kérdés az, már magán a párizsi békekonferencián is, hogy pontosan hány nagyhatalom van, és ezek a nagyhatalmak milyen potenciával bírnak, hogy tudják befolyásolni az eseményeket. Hát, hogyha megnézzük a szuperhatalmakról, vagy az úgynevezett szuperhatalmak koráról, amiről általában a történészek azt szokták mondani, hogy 1945 után kezdődik el, hát azt tudom mondani, hogy ez nem teljesen így van a propaganda szempontjából. Az első dolgunk az lenne, hogy megvizsgáljuk, hogy miért beszélnek akár a New York Times-ban, akár a Times-ban, vagy a Daily Mail-ben, vagy a Washington Post-ban, és egyáltalán nyugaton, vagy akár a kelet-európai sajtóban, mondjuk a Pravdában és egyéb lapokban arról, hogy négy nagy hatalom van, tehát ugye közte Franciaország, Nagy-Britannia, Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok. Ugye csak lábjegyzetként tenném oda, hogy az utolsó nagyon érdekes, mert a The Times az egyáltalán, tehát az angolok nem igazán szeretik használni, még 1950-ben sem a superpowers, tehát a szuperhatalmak megfogalmazást. Valószínűleg azért, hogy is ennek nem Nagy-Britannia nem része. Úgyhogy nyilván nagyon jól értik azt, ami a francia újságokban megjelenik, ugye De Gaulle folyamatosan használja a szuperhatalmak korára való hivatkozást, meg a francia újságok, gondolom így próbálnak üzenni a britteknek is, hogy hát sajnos fiúk, ti már ott a csatorna túlpartján bizony nem számítotok ebben a játékban. A britteknek meg nagyon nehéz ezt a történet lenyelni, úgyhogy ők továbbra is leginkább, hogyha a Szovjetunióról, illetve az amerikaiakról beszélnek, a The Big Two, tehát a két nagy hatalom megfogalmazást használják. Ennek azért van lényege, és ez azért fontos számunkra, ugyanis amikor az újságban úgy hivatkoznak, hogy a négy nagyhatalom, vagy a külügyminiszterek tanácsa döntött, akkor nagyon jól oszlik a felelősség. Az olvasók ebből nem fogják tudni közvetlenül, hogy melyik nagyhatalom volt a meghatározó egy-egy döntésben, hanem ők azt fogják gondolni, hogy a négy nagyhatalom, a négy meghatározó nagyállam döntötte el közösen azt, hogy mi fog történni azban a bizonyos öt békeszerződésben, amit alá fognak írni. Tehát a felelősséget már meg tudják osztani, ez önmagában is propaganda, hiszen nagyon jól tudjuk a korszakban, a Nagy-Britannia már leginkább arra figyel, hogy mit csinál az Amerikai Egyesült Államok, a Szovjetunió pedig az amerikaiakra figyel, miközben a franciák tulajdonképpen már csak tanácsadó, vagy időnként, ha úgy tetszik, házigazda szerepben vannak ott, és közük nincsen ahhoz, hogy valójában mi fog folyni. Néha tanácsokat adnak, aztán ugye ezt igen-igen nagy gondossággal nem fogadják meg. Párizsi konferencia. Miről szól a sajtó szerint a párizsi konferencia? Az oldalon egy urat látunk éppen dedikálni, őt úgy hívják, hogy Herbert Ver Ivet, és ő az ausztrál külügyminiszter, aki, ha úgy tetszik, a konferencián a kis hatalmak, már hogyha Ausztráliát kis hatalomnak tekintjük Budapestről nézve, szószólója. Ő az, aki megmeri tenni azt az aljasságot, akár a nagyhatalmakkal szemben, hogy különböző kérdéseket vet fel a konferencián.
21 állam ül ott, 21 állam delegált képviselői vesznek részt a 1946. július 29-én kezdődő eseménysoron. Az első, ami jól összevesznek, és több héten keresztül azon vitatkoznak, hogy az elnökök a plenáris ülésen kikből rekrutálódjanak, kik legyenek az elnökök. A négy nagyhatalom eldönti, hogy hát természetesen a franciáknak ott kell lenni, ők a házigazdák, és a brittek, az amerikaiak és a szovjetek fölváltva delegálják majd őket. Ugye Herbert Ver Ivet automatikusan jelentkezik szólásra, és hát fölvilágosítja az ott lévő nagyhatalmakat, hogy elnézést kérünk, de még itt mellettetek ül ugye 17 állam. Nem lenne jogos, hogyha ők is ugye úgymond a nyerteseknek számítanak, és közös békét fogunk majd megfogalmazni, ők is odaférhetnének akár az elnökségbe. Vagy hogy döntenek? Ez is egy nagyon fontos kérdés, ami folyamatosan megjelenik a sajtóban. A sajtó például arról próbál beszélni, különösen a The Times, hogy hát ugye nagyon jól tisztában vannak vele, hogy a kis hatalmak, tehát a small powers, mert ezt a szót használják rá, hogy miközben a nagyhatalmak eldöntik a külügyminiszterek tanácsában, tehát Londonban, meg Párizsban, hogy milyenek lesznek ezek a békék, valójában fogadják el ezt a tényt a kishatalmak, örüljenek annak, hogy itt vannak a konferencián, és hallathatják a hangjukat, ezzel ők érjék be. Herbert Ver Ivet számára ez egyáltalán nem ilyen egyértelmű. Ő a főszólásában arra utal, hogy felejtsük azt el, amit a Szovjetunió és Vyacheslav Molotov külügyminiszter szeretne, hogy úgynevezett egyhangú döntések szülessenek. A nemzetközi jog általában ezt nagyon szereti hangoztatni, hogyha döntések vannak, hogy valamennyi állam közösen fogadta azt el, mint hogyha ennek az lenne az üzenet a propaganda számára, hogy a többiek teljesen ugyanúgy gondolkodtak, mint a nagy hatalmak. Az ausztrál külügyminiszter azt mondja, hogy ezt be kellene fejezni, ne ilyen kétharmados döntések szülessenek, hanem ugye a többség döntsön, tehát a kicsik is bele tudjanak szólni ezekbe a kérdésekbe, vagy ha más nem, akkor az ő javaslataikat érvényesítsék mondjuk olyan kérdésekbe is, mint a csehszlovák-magyar ügyek és minden egyebek. Mit mond erre Molotov? Hát na, azt nem. Tehát föláll és ő elmondja nagyon kimérten, hogy kérem szépen a Szovjetuniónak mennyi halálos áldozata van, ugye több mint 7 millió áldozat, és hát ugye ez jogosítja föl Moszkvát arra, hogy az történjen, amit ők szeretnének. És mi történik Herbert Ver Ivettel? Hogy beszél róla a Pravda? Hát természetesen ő fasiszta lesz és reakciós. Nyilvánvalóan, aki a Szovjetunió ellen szólal fel, vagy más érdekeket próbál képviselni, ugyanúgy megkapja a bélyeget, és természetesen ez a bélyeg a Népszavában is, a Szociáldemokrata Párt újságjában is megjelenik kivötről, ugye a Pravdát idézve, hogy hát vannak itt ilyen kisebb hatalmak, amelyek a párizsi konferencián kavarják úgymond a kását, és nem engedik, hogy a nagyhatalmak, az a nagy koncert, ami ugye működik a négy nagy között, az továbbra is működjön, és hát akkor még talán olyasmiknek is az okozói lesznek a kishatalmak, ami egy újabb háborúhoz vezet. És ezeket olvashatjuk, kérem szépen, akár a Pravdában, akár a nyugati sajtóban. Azt gondolom, hogy ez több, mint elgondolkoztató. Tehát ugye a szovjet propaganda a kisállamok tekintetében az úgynevezett békebontókról beszél. Kinek a konferenciája ez az egész? Hát kérem szépen, itt van egy karikatúra az Új Magyarországból, ahol látjuk a béke angyalát egy repülőgépről, próbálna leugrani a földre, és gondolkozik szegény, hogy le akarok én ugrani ezeknek, vagy nem, vagy tulajdonképpen mi is történjen, ez aközben van, miközben tárgyalnak ugye már Párizsban. Boldizsár Iván, akit ha máshonnan nem a Magyar Nemzettől, meg a hétfői hírekből mindenki nagyon jól ismer, ez későbbi történetek, kint van Párizsból és tudósít. És ő írja 1946. október 22-én egy tárcába, hogy tulajdonképpen mi értelme volt ennek az egésznek. Ő sokat beszélgetett különböző külföldi tudósítókkal, és igazán arra jutottak, hogy tulajdonképpen az teljes egészében másodlagos kérdés, hogy mi történik a úgynevezett csatlós államok békében, vagy Olaszországgal mi lesz, meg mi lesz Magyarországgal, sokkal fontosabb az, hogy a négy nagyhatalom mit csinál. És különösen az a fontos, hogy a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok hogy beszélnek egymásról a békekonferencián. Ennek sokkal nagyobb jelentősége van, hogy megmarad-e közöttük az együttműködés, vagy nem. Volt egy olyan félelem, és kialakult egy olyan hangulat az újságírók között, hogyha esetleg itt lesz valami összeütközés, az elvezetett egy harmadik világháborúig, és ezt valahogy ugye sokkal jobb lenne elkerülni. Mivel foglalkozik a békekonferencia alatt Szovjetunió és ugye Kelet-Közép-Európa már kommunista átalakítás alatt lévő sajtója? Hát az olyan dolgokkal, mint például az úgynevezett Velesz ügy.
Ki ez a Welles? Henry Eggert Welles volt Roosevelt elnök, ugye háború alatti elnöknek az első elnök helyettese. Igen ám, csak aztán ugye őt leváltották Harry Spencer Trumannal, aki ugye Roosevelt halála után az elnök lett. Welles nem kicsit megsértődött Trumanra. El tudjuk képzelni ezt a helyzetet. Mind a kettőjüknek az volt a legalapvetőbb problémája 45-ben, hogy ők legyenek az elnök helyettesek, mert tisztában voltak Roosevelt állapotával, és tudták azt, hogy ha meghal, akkor majd ugye ők kerülnek oda a pozícióba. Ez egy politikai harc volt kettőjük között. Welles ezt a harcot elbukta, és ő nem elnök lett úgy, mint Truman, hanem majd a Truman megválasztása után ismételten egy ilyen államtitkári pozícióba került, a kereskedelmi ügyekkel foglalkozott. Ebben a pozíciójában tartott egy beszédet az amerikai kongresszusban, akkor, amikor éppen tartott ez a békekonferencia ugye nyáron. Miről beszélt? Hát a Truman doktrína ellen beszél, amit még meg se hirdetett Truman, de ő nyilván tudta, hogy miről fog majd a főnök beszélni egy-két hónap múlva, vagy mik a problémái. Azt mondta, hogy az amerikaiaknak a kemény politikáját, amit Truman képvisel, vagy fog képviselni, azt jó lenne visszavenni, és jó lenne ugye a Szovjetunióval együttműködni a legalapvetőbb kérdésekben. Ez megjelenik az amerikai sajtóban, és nyilvánvalóan, mivel Welles egy ilyen kijelentést tesz, hát ugye aki a saját főnöke ellen beszél, az nyilván egy kormányzatnak nem lehet tagja, tehát kiteszik a kormányzatból. A Szovjetunió természetesen örül a hírnek. A Pravdában már is megjelenik, hogy az amerikaiak majd valami változást akarnak kikényszeríteni, és itt van ez a Welles, aki egy nagyszerű ember. Kihagyják belőle azt, hogy a Truman és Welles közötti viták vezetnek el tulajdonképpen eddig a politikai összeütközésig, hanem arról beszélnek, hogy kérem szépen az Amerikai Egyesült Államoknál már ilyen emberek vannak, akik már háborúban gondolkoznak. Mit tesznek ebben a helyzetben a konferencián? Hát hivatkoznak a Welles ügyre. Például Vyacheslav Molotov is megteszi, aki hozza Stalin üzenetét, hogy üzenem az amerikaiaknak, hogy nem akarunk háborút. Nem azzal foglalkoznak, hogy mi fog történni Magyarországon, meg Erdélyen, mert azt már hónapokkal ezelőtt elintézték és letárgyalták. Nem, azért van az egész békekonferencia, amiről a magyar politikai elit azt gondolja, hogy itt majd esetleg lehet még valamilyen fajta területeket szerezni, arról szól, hogy a két nagyhatalom egymást méregeti, hogy tulajdonképpen mire lehet a másiktól számítani, és kik állnak mellette a többi államok közül, akik ugye ott vannak a konferencián. Ez a valódi történet. És mit zajlik még ezen a konferencián? Mikes Imrének, Gálikusznak, a Magyar Nemzetből ide másoltam egy idézetét, hát ő neki volt a legvitriolosabb tolla az egész eseménnyel kapcsolatban. Ha azt gondoljuk, hogy az újságírók bárhol bemehettek a párizsi békekonferencián, akkor súlyosan tévedünk, voltak zárt ülések, ahol be se engedték a sajtót. Így építették az úgynevezett demokratikus békét, mert demokratikus államok békét, hogy a sajtó szabadságról, hát hogy úgy mondjam, nem minden esetben vették figyelembe, és nem mindenhova mehettek be az újságírók, ahova szerettek volna. Nyilvánvalóan Mikest ezt kicsit nehezményezte, és ugye írt ő is erről egy történetet, és hát ő úgy érezte, hogy az Atlanti kartát, amit 1941-ben egyébként szeptemberben a Szovjetunió is aláírt, Párizsban ugye a fal felé fordították. Az emberi jogokról és ilyen egyéb dolgokról, meg sajtószabadság, ezekről az ég egy adta világon senki se beszéljen, mert itt nem ez történik. Ez egy Ludas Matyi karikatúra a korszakból, ami arról szól, amiről beszéltem, hogy a legnagyobb kérdés az volt, hogy a háború lezárása után lesz-e közvetlenül még egy háború ennek a békekonferenciának a hatására. Ezt, hogyha elolvassuk, hogy óriási, mert második hete folyik a békekonferencia, na és miért örül maga ennek, kérdezi, mert még mindig nem tört ki a háború, tehát hogy még mindig valamilyen fajta egység van a nagyhatalmak között. Dobosi László, az Új Magyarországban Dobosi László irodalomtörténész, aki ugye Párizsban élt ebben az időszakban, ír egy érdekes tárcát szintén arról, hogy egyáltalán tudatosult a kis nemzetekben, tehát akár a csehszlovákokban, Magyarországon vagy a románok tekintetében, hogy mi az, aminek a részesei. Tehát ahelyett, hogy ezek a kis nemzetek egymás között megbeszélnék a különböző vitás problémáikat, ehelyett ők mit tesznek? A nagyhatalmakra bízzák a sorsukat, akiket meg igazság szerint ez nem nagyon érdekel. Tehát oda mennek, és velük próbálják megbeszélni a napi ügyes-bajos dolgaikat, ahelyett, hogy egymás szemébe néznék, és egymással próbálnák ezt az egész ügyet megbeszélni. A másik, ami egyébként nagyon jellemző, ez mind a magyar sajtóra igaz, mind akár a New York Times-ra vagy a Times-ra, hogy hogyan jelennek meg ezek a párizsi békekonferencia hírek. Általában, ha vezércikről van szó, ketté van osztva a lap, az egyik oldalon megjelenik egy hír a párizsi békekonferenciáról, a másik oldalon pedig ott van egy hír a Nürnbergi perről.
már így kezdődik 1946. július 29-én a The Times oldala. Így van szerkezve. A béke és a büntetés, és mind a kettő a nagyhatalmaktól függ. Nyugodtan mondhatjuk. Mivel foglalkoznak még? Milyen lényeges kérdések vannak még, amik fölmerülnek bennük, mind külföldön, mind idehaza? A múlt árnyai. Ne felejtsük el azt, hogy Párizsban már egyszer kötöttek békeszerződéseket Párizs környékén, és mi lett abból az 1919-1922-es Versailles-Washingtoni békerendszerből, hova jutottak el ugye a II. Világháborúig. Nyilvánvalóan ez mind a sajtót, mind az ott lévő politikusokat foglalkoztatja, és mit agadás, Georges Bidault-nak, ugye francia külügyminiszternek kell megnyitni a konferenciát, úgyhogy már megint egy francia országbeli békekonferencia van, úgy, mint annak idején, és valahogy beszélni kéne a történelmi múltról, meg arról, hogy miért kerültünk ide. Hát nyilvánvaló Bidault erről nem akar beszélni. Mit tesz helyette? Hát azt mondja, hogy ő nem vitatkozik a történelemmel. Ő nem vitatkozik a történelemmel, majd a jövő el fogja dönteni, hogy milyen békét sikerül itt Párizsba kötni. És azt mondja, ami nettó hazugság ebből a szempontból, hogy most ugye külön békét fogunk kötni, mert most ebben a békében a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok részét képezik ennek a békekonferenciának, nem úgy, mint annak idején Versailles-ban, holott elfelejt, hogy az amerikaiak miért mentek haza, mi történt ugye Wilsonnal ugye belpolitikai értelemben, meg hogy nem tudta érvényesíteni az akaratát, meg hogy ugye Szovjet-Oroszországban mi történt, mint hogyha a szovjetek ugye teljes, nem is létezett Szovjetunió, tehát ezeket elfelejti, és arról beszél, hogy ez most nagyon jó, hogy 21 állam itt van, mert végre a nemzetek koncertjéről fog szólni. Most a Párizsi békekonferencia nem úgy, mint annak idején Versailles-ban, amikor a nagyhatalmak, ugye köztük ugye akkor a franciák eldöntötték, hogy mi lesz Európa sorsa, hanem majd ez a 21 állam fog dönteni. A felelősséget próbálja eloszlatni, és ugye biztatja ezeket a kis nemzeteket, hogy szólaljanak meg. A Times is belemegy ebbe a konferencia megnyitásának kezdetén. Ők azt mondják, hogy hát kérem szépen összehasonlítják a 1814-15-ös bécsi kongresszussal, meg ugye Versailles-al, csak azt mondják, hogy az a kettő, az természetesen nem volt jó, és nem volt működőképes, mert akkor és ott a nagyhatalmak döntöttek. De majd most itt Párizsban ugye teljesen más lesz a történet, és ők is ugyanebben a 21 nemzet vesz részt, mítoszba mennek bele. Ezekre a kis nemzetekre azért van szükség, szintén ott Párizsban, hogy eltereljék a figyelmet a nagyhatalmakról. Hiszen ha ők is ott vannak, akkor az olyan, mintha egy ilyen egységes döntés születne, ugye nemzetközi jog alapján ugye egyhangúan, ahogy szeretné ugye a Szovjetunió, és innentől kezdve már nem kell fölvetni se az Amerikai Egyesült Államok, se a Szovjetunió felelősségét a megkötött békében. A New York Times azért ennél rafináltabb. A New York Timesnak a publicistái, bizonyos Philby, aki kint van a konferencián, rájön arra, hogy itt vannak olyan követek, akik annak idején Versailles-ban is ott voltak, meg mi tagadás, itt ülnek 1946. júliusában Párizsban is. Nosza rajta, készítsük velük nagyszerű interjúkat, hogy mi a véleményük. Csodálkozom, hogy megjelent egyáltalán a cikk. Raul Fernández, brazil képviselő az első, annak idején 19-ben is ugyanúgy Brazíliát képviselte a békekonferencián, 19-ben, mint 46-ban. Egy nagyon idős úrról van szó, hát ő azt mondja, és amikor olvastam, akkor meg kellett nekem is kapaszkodnom, hogy ez, amit 46-ban megkötnek itt, ez nem Európa békéje. Itt nincsenek itt igazán európai államok. Nincsenek itt a németek, nincsenek itt az osztrákok, nincsenek itt kérem szépen a spanyolok, nincsenek itt még nagyon sokan, ehelyett itt vannak az angolszlászok meg a szlávok. Azt mondja ez a brazil úr, hogy nem történik más, mint hogy a szlávok és az angol szászok megkötik Európa békét, az Európa kultúra, Európa kultúrája és jogi ügyei nélkül. Vannak ott britek is, ketten, akik akkoriban még 19-ben ugye képviselőként voltak jelen, vagy tanácsadóként, 46-ban viszont már kommentátorként ülnek ott, a plenáris üléseken tájékoztatják ugye a brit filmhíradót, egyiket Frank Terronnak hívják, ő vezérőrnagy volt, tehát egy katonatisztről beszélünk, és Harold Nicholson, aki tanácsosként, tanácsadóként vett részt a brit delegáció tagjaként. Ők mit mondanak? Frank Terron azt mondja, hogy ez rosszabb, mint amit 19-ben megkötöttek. Mert akkor legalább Wilson egy-két pontja bekerült a Versailles békeszerződésbe, emberi jogi, kisebbségi, meg egyéb ügyek, ugye ami mind a győztesekre, mind a vesztesekre elméletileg vonatkozott volna, pár pontot azért figyelembe vettek most, azt mondja, hogy az Atlanti chartának a 2%-át vették csak figyelembe a békekötésnél.
Azt gondolom, hogy ez eléggé elgondolkodtató. A másik pedig Harold Nicholsonnak a gondolkodás módja, aki azt mondja, hogy tulajdonképpen még mindig ugye nem vonták le ebben a békében a versailles-i békeszerződéseknek a következménye, tehát mi nem tudtunk tanulni a múltból. Magyarországon is érdekes ugyanez a történet. Dobosi László cikkét emlegetném szintén az Új Magyarországról, aki egy következő aljasságot teszi meg, könyvismertetést ad 3.46-ban, a békekonferencia előtt megjelent műből Pierre Rain, Luminier és Beaumont, ezek bölcsészek, politológusoknak a kötetei, mind a három a versailles-i békével foglalkozik, és olyan dolgokat írnak le benne, ami megdöbbent. Először is Magyarországnak nincsen felelőssége mindabban, ami Versailles kapcsán történt. A másik, ott annak idején különböző történeti meg gazdasági ügyekre hivatkozva kötöttek békét, mi lenne, hogyha most végre, itt a lehetőség, etnikai alapon történnének ezek a békekötések. Tehát látod, hogy a franciák egy teljesen másik opciót kezdenek elfoglalni, csak éppen már nincsen lehetőségük arra, hogy ezeket az opciókat valóra váltsák. Magyarországon a békekonferenciáról, hát itt is hoztam egy karikatúrát, tudnád-e mondani, Pistika, hogy hány megyéje van Magyarországnak, megint, de nem akarok elébe vágni a békekonferencia határozatainak. Tehát, hogy mi fog történni, azt még ugye nem lehet tudni, tehát ilyet a tanárnő ne kérdezzen. A magyar sajtóval, és egyébként ez összefügg a politikai pártok magatartásával is, nincs egységes propaganda. Tehát nincs egyfajta olyan, ők úgy mondták a korszakban, valódi béke cél, vagy nagyon későn alakul ez ki, nem kezdetétől képviselik, hogy tulajdonképpen mit is szeretnének. Révai József Szabad Népben már ugye január 8-án megjelent írásában belpolitikai síkra tereli a tulajdonképpen külpolitikai kérdéseket. Ez egy tipikus, rá azt hiszem, hogy nagyon jól jellemző történet. Ő azt mondja, hogy a belső reakció árt a magyar békeszerződésnek. Ki a hibás? Hát kérem szépen a kisgazdapárt. Tehát nyilvánvalóan más hibást itt nem is nagyon lehet keresni. Súlyog Dezső és a többiek, ők felelősek azért, hogy a Szovjetunió majd jól megharagszik Magyarországra, mert nincs olyan fajta demokratikus átmenet, amelynek a végén ugye a magyar kommunista párt kerülhetne oda hatalomba, és ennek a következménye, hogy majd ilyen békét fognak kötni, amit majd ugye meglátunk, hogy milyen lesz. Losonczy Géza szintén ugye a kommunisták részéről, a nemzetgyűlési beszéde is roppant mód érdekes, ő azt mondja, hogy aki fölülmeri bírálni a trianoni határokat, és azzal megy majd ki Párizsba, hogy mi ezt vagy azt a területet szeretnénk, ugye ezt már februárt írunk, az kérem szépen ugye reakció szintén fasiszta, meg ugye a Hortiék alá, vagy a Horti rendszernek a folytatója szeretne lenni. És itt bemegyünk az egyik legérdekesebb kérdésbe, és itt fogok vitatkozni a szakirodalommal is nagyon sokat. Ez a bizonyos Nagy Ferenc hazatérés 1946 áprilisában, miután ugye kim volt Sztálinnál, és Molotovval beszélgettek arról, hogy Erdély vagy Észak-Erdély kérdésében lehet-e bizonyos területeket visszacsatolni Magyarország számára. Ma a szakirodalom azt mondja, hogy csúnyán becsapták ugye Nagy Ferencéket. Én azért jelezném, hogy Nagy Ferenc nem volt ennyire ostoba, hogy mindent elhiggyen, amit Sztálin mondott. Ugyanis ha valaki megnézi azt a magyar filmhíradó részét, amit nem tudok itt bejátszani sajnos önöknek, mert az lenne az igazi, de ezt javaslom, hogy nézzék meg otthon, amikor megérkeznek a repülőtér, és megkérdezik Nagy Ferenc, hogy ugyan már mi volt az eredménye, mit sikerült megbeszélni Sztálinnal, akkor ugye a szöveg az nagyon szép. Ő elmondja, hogy hát fantasztikus meglepetések érték őket a Szovjetunióból, nagyszerű volt minden, és ugye segíteni fognak. Ez jól hangzik így beszédben, de hogy mondja? Nem néz a kamerába, lefelé fordul, nagyon lassan, olyan, mint egy, ha egy megvert embernek a szövegét hallgatnánk, lefelé néz, így próbál kibeszélni, vagy valamit érzékeltetni, hogy nagyjából mi lehet számítani, és alatta játsszák a himnuszt, de nem a normál gyorsasággal, hanem rendkívül módon lassan, mint valami lassú gyászzene lenne. Tehát ez gyakorlatilag alátámasztja mindazt, hogy igenis Nagy Ferenc tisztában volt azzal, hogy mi következett, nem véletlenül kezdődött el az, hogy utána menjünk nyugatra, hogyha már ezen az oldalon nem tudnak nekünk segíteni. Kifelelős a magyar békeszerződését. Ez az utolsó, és zárnám, hiszen amikor hazajönnek, és ugye kiderül, hogy mi is történt ugye már a békekonferencia után, és majd ugye aláírják 47. február 10-én, akkor ugye elkezdődik a felelősök keresése, hogy nyilván itt politikai felelősök vannak. Milók Sándor, a Szociáldemokrata pártnak az egyik képviselője a fővárosi közgyűlésben, ugyanis éppen aznap tart a közigazgatási bizottság egy ülést, amikor aláírják a békét. Ő ugye nem azokról a problémákról beszél, hanem természetesen azzal, hogy mi történik Párizsban. Ő azt mondja, hogy ez egy olyan béke szerint, hogy nem a fájdalmas pontjait kellene kiemelni, majd propagandába, mondja a javaslatot, meg nem a felelősséget keresni, hanem ki kell emelni a pozitívumait. Azért raktam oda a kérdőjét, mert én ilyet nem találtam. Milók Sándor azonban igen, ő azt mondja, hogy a polgári közigazgatás
közigazgatásnak a megteremtése szerint a pozitívum. A polgári közigazgatás alatt lehet, hogy Rákosi Mátyás tevékenységét szerette volna érteni, ezt nem tudom, de hogy mit látott bele, az egy kérdés. Egy független kisgazdapárti képviselőt találtam, aki elmerte azt mondani, hogy ez nagyon jó, mert végre hazajöhetnek a magyar hadifoglyok. Ő volt az egyetlen, aki valóban egy pozitív dolgot tudott említeni, de a baloldalról ezt ezen a vitán nem mondhatom el. Révai József miről beszélt? Természetesen a Szabad Népben ő összekötötte az 1945 előtti és utáni reakciót, tehát mindaz, ami ugye történt a Horthy korszak és a Szálasi időszak alatt, ugye vannak összefüggések, és ők a felelősek, tehát ugye a kisgazdapártban próbálja megint megkeresni a fő bűnösöket. Bibó István az egyetlen, aki fölveti, szerintem a helyesen azt, hogy tulajdonképpen kik a békeszerződés valódi felelősei, hát kérem szépen a nagyhatalmak, akik eldöntöttek határok, országok és népek sorsát. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen Váci János kollégám illusztrált előadását. Ígérem, ha tudjuk, megnézzük majd ezt a bizonyos híradót, mert tanulságos lehet. Most azonban egy másik témára térünk át, ugyancsak a párizsi béketárgyalások, a párizsi békeszerződés hatását vizsgálja egy egészen más területen, a külügyminisztérium szervezeti felépítésének és személyi állományának megváltozásában. Az előadó Scharinger János, a Veritas Intézet tudományos főmunkatársa. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azért valljuk be őszintén, hogy egy intézmény történet az nem a bestsellereknek a sorába tartozik, még a történettudományon belül sem. Nem egy egyszerű téma, és maga egy intézmény történetnek a föltárása sem a történés számára nem igazán izgalmas, főleg június-július folyamán a levéltárban ülve. Ennek ellenére, mert emlékszem, hogy a 45 és 50 közötti intézmény, külügyminisztérium intézmény történetét éppen ilyenkor, ilyen 30-40 fokos melegben légkondicionáló nélkül tártam föl, de az eredmény azért ennél bízom benne, hogy sokkal érdekesebb ezen bevezető gondolatok ellenére. Hogyan nézett ki és milyen hatása volt az 1947. február 10-én megkötött párizsi békeszerződésnek a Magyar Külügyminisztérium szervezeti struktúrájára, illetve személyi állományára? Ahhoz, hogy ezt el tudjam mondani, illetve be tudjuk mutatni, szükséges, úgy vélem, a 1947 előtti külügyminisztérium struktúrájáról is néhány szót szólni. Azért, hogy összehasonlítási alapunk legyen, hogy mi és mennyiben változott. Talán előjáróban a legfontosabb az, hogy vertikális felépítése volt a Magyar Külügyminisztériumnak, azaz funkcionális szervezeti egységek, illetve kisegítő szervezetek. Manapság 1951. január 1-je óta vertikális és horizontális a külügyminisztérium szervezet, ma is így épül föl, nem mellékesen a Rákosi rendszerben változtatták meg ezt a szervezeti egységet, azaz funkcionális és kisegítő osztályok, illetve területi elven, földrajzi elven szervezett a külügyminisztérium, csak hogy az összehasonlítást meglegyen. 1945-ben újra kellett szervezni a külügyminisztériumot, a második világháború után 21 fővel indult a külügyminisztériumnak a munkája Debrecenben, majd 1945 áprilisában Debrecenből Budapestre költözött a külügyminisztérium a Szabadságtér 15 szám alá. A újjászervezett külügyminisztérium követte a két világháború közötti struktúrát, a vertikális felépítést, amely egyébként nem mellékesen az osztrák-magyar monarchia egyébként kitűnő külügyminisztériumának a magyar sajátosságra való szervezése volt. Ugyanez a struktúra kézzelfogható 1946 végén, 47 elején, amelyből néhány funkcionális osztályt hagy említsek, elsősorban a béke előkészítő osztályt, amelyet Kertész István vezetett, volt a béke előkészítő bizottság ugyancsak a külügyminisztériumon belül, ez pedig
Sebestyén Pál, aki kitűnő diplomata, kitűnő és igen felkészült külügyi dolgozó volt. Emellett működött az úgynevezett fegyverszüneti osztály Pokorni Hermann vezetésével, aki a tárcaközi bizottság vezetőjének a szerepét is ellátta, foglalkozott a szövetséges ellenőrző bizottság tagjainak ellátásával, illetve a szövetséges ellenőrző bizottság munkájával, valamint koordinálta a magyar közigazgatásnak a munkáját a fegyverszünet végrehajtására. Ezen szervezeti egységek egyébként a miniszter közvetlen irányítása alá tartoztak, ugyanúgy, mint a politikai osztály Szakasis György, vagy éppen a miniszter kabinetje Pödör László vezetésével. Volt egy másik nagyobb struktúra, amely az adminisztratív vezető irányítása alatt állt. Ide tartozott például a protokollosztály Rubidózicsi, a gazdasági osztály, a tudományos osztály, a nemzetközi osztály, de most eltekintenék ezeknek a felsorolásától. Minden esetre ez volt az 1946 végi, 47 elejé struktúra. A nevekből már azért következtethettek arra önök, hogy kik dolgoztak ekkor a Magyar Külügyminisztériumban. Nézzék, vezető poszton a két világháború között szocializálódott, illetve tapasztalatot szerzett külügyi dolgozókat találjuk. Tehát, ha úgy tetszik, a Horthy korszak külügyminisztériumi dolgozói irányították a külügyminisztériumot 1945 és 1947 legeleje között. Gyöngyösi János, a külügyminiszter kisgazdapártnak a képviseletében, emellett számos pár delegál saját soraiból a külügyminisztériumban dolgozókat, ilyen vagy olyan úton, módon a kommunista párton, a szociáldemokrata párton keresztül a parasztpárton át. A 1945-ben a II. Világháború után fegyverszüneti egyezmény megkötése után újjá kellett alakítani Magyarországnak a nemzetközi kapcsolatait is. Számos esetben elmondtam, hogy külpolitikáról csak akkor beszélhetünk, hogyha egy állam szuverén. Magyarország ekkor nem szuverén állam, ezért szoros értelemben külpolitikáról nem beszélhetünk, ezért használom én a nemzetközi kapcsolatok terminus technicust. Ez igaz 1947. február 10-e után is, amikor korlátozott szuverenitásról beszélhetünk a szovjet megszálló csapatok miatt. Minden esetre 1945-ben elkezdődik a Magyarország nemzetközi kapcsolatának újjászervezése, illetve a külképviseleteknek az újjászervezése. A fegyverszüneti megállapodás tartalmazza azt, hogy Magyarország a külkapcsolatait úgy szervezheti újjá, hogyha ehhez megkapja a Szövetséges Ellenőrző Bizottságnak az engedélyét. Ennek fényében kéri minden esetben a külügyminisztérium, kivéve Csillét, kéri minden esetben a Magyar Külügyminisztérium ezen engedélynek a megadására a SZEB-et, illetve a SZEB vezetőit. 1945 és 1947. február 1-je között 20 külképviselet szerveződik újjá, amelynek két oka van, hogy újjá kell szervezni. Az egyik ok a II. Világháborúban a megszűnt diplomáciai kapcsolat miatt, tehát hogy beállt a háborús viszony, a másik pedig az államformában bekövetkezett változás. Ugyanis az államformában 1946. februárig Magyar Királyságról beszélünk. Ugyanis az államformában, hogyha bekövetkezik a változás, vagy meg kell újítani a diplomáciai kapcsolatot, vagy újra föl kell venni. Tehát ez az oka annak, hogy 1945-46 során, és majd később is a diplomáciai kapcsolatokat vagy újra fölveszik, vagy megújítják. Minden esetre 20 állammal lép eddig diplomáciai kapcsolatban Magyarország, eddig a korszak határig, február 1-ig. Így például az Amerikai Egyesült Államokban, 19 államokkal 46. januárban lép diplomáciai kapcsolatban Magyarország, Szegedi Masszák Aladár követ érkezik, Moszkvában 46. márciusában Szegfű Gyula, de említhetjük Prágát, Rosti Forgács Ferenc, Párizsban Auer Pál, aki ugye ellátja a madridi követségnek, tehát Spanyolországban is akreditálva van, tehát kettős akreditációról beszélhetünk. Itt az a sajátos helyzet alakul ki, hogy Madridban is akreditálva van és működik 1945 és 1956 között Marosi Mengele Ferenc, ugye, aki a magyar királyi követ 56-ig,
és útleveleket állít ki, kitűnő könyv az Andár Ládám, aki sajnos már nincs közöttünk, ő egy kitűnő könyvet állított erről össze, de Auer Pál mellett még említhettem Rosti Forgás Ferencet, akiről már volt szó, akkor Belgrádban és Varsóban is újjá szerveződik a külképviseletek sora. Emellett működnek kereskedelmi kirendeltségek, illetve kereskedelmi attasék is, nevezetesen 8 államban. Maga az 1945-46 fordulóján megírt és Gyöngyösi Jánoshoz eljuttatott különböző memorandumok és koncepció szerint, amelyben 2 utat jelöl meg magának a békeszerződés megkötéséig a Magyar Külügyminisztérium, egyrészt a gazdasági diplomácia erősítését, másrészt pedig a kulturális diplomácia erősítését, és ezen az alapon állva a diplomáciai kapcsolatoknak a szorosabbra fonását, ezeken a területeken kívánja elérni a Magyar Külügyminisztérium. Kulturális attasé 13 működik 47. február 1-i határidővel, vagy eddig, a különböző külországokban, Lengyelországban, Nagy-Britanniában, Ausztriában, Csehszlovákiában, Törökországban, vagy a Svédország, Svájc, hogy semleges államokat is említsünk. Emellett 1947. februárjáig Magyarországnak 5 állammal továbbra is él a konzuli kapcsolat, a konzuli szerződése, nem mellékesen az első az 1883-ban köttetett. Hagyd tegyem hozzá, hogy a háborús viszony vagy a diplomáciai kapcsolat megszakadása nem jelenti automatikusan a konzuláris viszonyoknak a megszűnését, ez tovább élhet. Ez az 5 állam, akivel továbbá is működik a konzuli kapcsolatok, konzuli szerződés, az Olaszország, Bulgária, Lengyelország, Törökország és az Amerikai Egyesült Államok 1947-ig. Emellett ugye a 2 világháború közötti időszakban igen fontos szerepet töltött be a tiszteletbeli konzulátusok rendszere a magyar külügyi igazgatásban. Ez a II. Világháború után, 1945 után megszűnt. Történtek erre próbálkozások, hogy újra föl kellene állítani, azonban 1949-ben erről letettek, és 1950-ben maga Rákosi Mátyás írta alá a megszüntető határozatot, holott a tiszteletbeli konzulátusok rentábilis rendszer. A nemzetközi kitekintésben, összehasonlításképpen, ekkor 1947. februárjában a Magyar Külügyminisztérium személyi állománya 232 fő. Összehasonlításképpen, elnézést, néhány adatot muszáj mondanom, az Amerikai Egyesült Államokat, hogy hagyd citáljam, 11 ezer fő, a Nagy-Britanniának ugyanekkor kb. 5000 fős állománya van, Párizsnak, Franciaországnak 2500 fő, Svédországnak 800 fő, amelyből 532 tiszteletbeli konzul ugyanekkor. És hogy szomszédos országokat is hagyd citáljuk, itt Csehszlovákia esetében 1500 fő a diplomáciai szolgálatban, mint kül, mint központi szolgálatban, Románia esetében pedig 252 fő, amely körülbelül a magyar személyi állományt, hát most 20 fő ide vagy oda, az végülis nem egy nagyobb arány. A Czinner Tibor előadásában nagyon szépen végigkövethettük, hogy milyen belpolitikai változások történtek Magyarországon 1947. februárja után, és az előadásból azt is megtudhattuk, hogy sokkal korábbra nyúlik vissza, és nem feltétlenül Magyarországon találták ki a rendszert. Minden esetre a Független Kisgazda Párt főtitkárát, Kovács Bélát február 25-én elfogják, ugye Nagy Ferencről is hallottunk, hogy 1947. májusában szabadságra utazik. Itt lemondatják a miniszterelnöki posztról, és júniusban, illetve megalakul Dinnyi és Lajosnak a kormánya. Mindezen belpolitikai változások a külügyminisztérium személyi állományára rendkívül nagy hatással voltak. Legelőször is hagyj említsem, hogy 7 magyar követség vezetője mondott le állásáról 1947 folyamán. Így például a már emlegetett Auer Pál, szegedi masszákaladár, időközben ugye Kertész István római követ lett, lemondott állásáról. Emellett számos más követ is.
Rosti Forgás Ferenc Prágában, Andaházi Kasnya Béla Ankarában. Tehát igen, súlyos következményei voltak a diplomáciai karral. Nem beszél karra a Nagy Imre lemondatás, Nagy Ferenc, bocsánat, lemondatás, elnézést az átvezetésért. Emellett a külképviseleteknek a vezető diplomatái mellett a nyelveket beszélő, úgynevezett első beosztottak mellett, akik ugye a követeknek a helyettesei, mellett leginkább a képzett diplomaták mondtak le, 1947 nyarán csak 27 ember a külképviselő, abban 20 külképviselő. Óriási szám. Emellett ekkor kezdődnek el az úgynevezett közkeletű műszóval a disszidálások. 1947 június 1-e, illetve 1950. december 31-e között a Magyar Külügyminisztérium állományából 132 ember hagyja el állását, azaz disszidál. Most gondolják végig a 232-es két fő, amit mondtam 47 elején, ennyi volt a Külügyminisztérium személyi állománya, amelyből 130 ember elhagyja a Külügyminisztériumot. Micsoda szakember hiány lép fel. Ráadásul ugye a külügyminiszteri posztról elbocsátják a Gyöngyösi Jánost, aki május 31-én egy igen szívhez szóló levelet ír, bár a közigazgatásban dolgozik, mégis a kollégáihoz egy szívhez szóló levelet ír, amelyből hagy idézek egy pár sort, pár mondatot. Búcsút mondva a külügyi szolgálat tisztviselő és altisztikarának, nem mulaszthatom el, hogy ezért a hazafias úzgalomért és odaadó munkásságért, amelyel engem közel 2,5 éves működésem alatt nehéz feladataim megoldásában mindenkor legjobb tudásuk szerint támogattak, őszinte köszönetet mondjak. Szerintem egy közigazgatásban szokatlan hangvételű és szokatlan null szubjektív levél Gyöngyösi Jánosnak a levele. A külügyminisztérium állománya rendkívüli módon megcsapant, mint említettem. Ezt egyrészt a kommunista párthoz hű káderekkel próbálták megpótolni, akik között valljuk meg őszintén igen kevés volt a nyelveket beszélő. Volt, tehát azért maradjunk objektívek, de amely nagyobb arányban akikkel feltöltötték, és itt igyekeztek a munkásparaszt származást előtérbe helyezni, gyakran a 8 általános sem volt meg, a külügyminisztériumba kerülteknek a iskolai végzettségében. Ezt a célt szolgálta a külügyminisztérium, hogy a külügyminisztériumban pótolják a szakembereket, már 1945-től is ez a koncepció fogalmazódott meg, az úgynevezett külügyi tanfolyamnak a felállításával, ahol még 1945-46 folyamán olyan emberek tanítanak, mint Horváth Jenő, a diplomácia történész, Posvai Virgil, Hegedűs Géza. Tehát igazán nagyon, nagyon jó az oktatógárda. A vizsgáról egy pár szót hagy mondjak. 1946 közepét írunk, tehát még nem a 47-es változások szele még nem ért ide. Ekkor francia, angol, orosz nyelven folyik a vizsga. Három nyelven kellett nemzetközi jogból, azért az tengerjoggal egybevegyítve azért az úgy szerintem húzós. Magyarul is húzós, de azért három nyelven. Emellett volt szociálpolitika, diplomácia történet, akkor fordítás angolról, magyarra, oroszról, magyar nyelvre, oda-vissza, és francia nyelven kellett a gazdaságtörténetet előadni. Háromnapos volt maga a vizsga. Tehát háromnapos vizsgát képzeljenek el 1946-ban. Tehát azért 13 fő vett ekkor részt, egy embert buktattak meg, ő puskázott. Akkor is volt ilyen, hát szerintem ma is van ilyen. Na most ez 1948-ra ennek a szakmai oktatásnak a színvonala jelentős mértékben megváltozott, és engedjék meg, hogy a már emlegetett kötetből felolvassak egy pár tételt 1950-ben, hogy milyen vizsgakérdések voltak, milyen tételekből lehetett húzni. 33-as tétel, mi a leninizmus?
A kommunizmus két foka közötti különbség. Szóval azért a párt, mint a munkásosztály élcsapata, a leninista párt jellemző vonásai. Ez tehát külügyminisztériumi vizsga, nem történelmet vagy közgázon, hanem külügyminisztérium. Kötelező irodalomból azért egy pár szösszenetet, hogyha megengednek. Sztálin, a dialektikus és történelmi materializmus, mi még tanultuk, gondolom önök közül is páran, én is tanultam annak szakközépiskolában. Akkor itt a Sztálin leninizmus alapjaiból a második fejezet, Nemes Dezső, Nemzetközi Munkásmozgalom, 1-es, 2-es, Rákosi népi demokráciák néhány kérdéseiről, és csak ennyi van megadva a kötelező irodalomban, hogy Révai cikke a Társadalmi Szemle 49. március-áprilisi számában. Tehát ahhoz képest, hogy 1946-ban milyen volt a vizsga, 1948-ra milyen lett. És befejezésképpen még egyetlen egy mondat, hogy nem csak a struktúrában, nem csak a vizsgakérdésekben, nem csak a személyállományban következett be változás, hanem magában a külügyminisztériumnak a helyszínében, épületében is. Igaz, hogy nem 1947-ben, de 47 elején kezdődött el ennek előkészítése, nevezetesen a Magyar Külügyminisztérium a Szabadság tér 15 szám alól, illetve a Géza utcából átköltözött 1948. augusztus 20 és 23-a között a Mónusindlés rakpart 47 szám alá, amelyet ma úgy hívunk, hogy Bemtér vagy Bem rakpart 47 szám. Akkora bejárat a mai protokoll bejáratnál volt, tehát az volt a főbejárat, és most a 80-as, 90-es évekes átalakítás után van a Bemtérről a főbejárata a Magyar Külügyminisztériumnak. Minden esetre ekkor került át a külügyminisztérium, a Magyar Külügyminisztérium főépülete, mert most is több épület van, ugye a Nagy Imre tér többek között a Mónusindlés, illetve a Bem rakpartra. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen Schallinger János kollégámnak előadását. Egy fontos területről, a közélet fontos területéről és a közigazgatás fontos területéről, a kettő határán mozgó munkatársakról volt szó, hiszen a követeknek, diplomáciai képviseletek vezetőinek a sorozatos lemondása, ami 1947 közepén bekövetkezett, jelezte, hogy tulajdonképpen azok a változások, amelyek ugyan érzékelhetőek voltak már 1945 táján is, fokozott mértékű sebességbe kapcsoltak, és menthetetlenül az egypártrendszerű diktatúra következik. Egy másik testületről szól a következő előadásunk. Ez a másik testület pedig a fegyveres erőknek az átalakulása. Ugyanebben az időszakban, 1946-47-ben Kis Dávid kollégámat kérném. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én a békeszerződés szegésről szeretnék beszélni. Arról, és különösen arra fókuszálva, hogy a párizsi békeszerződés katonai részét, amelyet ugye 1947. február 10-én kötöttek meg, írtak alá, ezt Magyarország gyakorlatilag hogyan hágta át? Hogyan hágta át ez a Magyarország, amely akkor már tulajdonképpen a szovjet rendszerbe teljes mértékben betagolt volt, különösen 1948-at, illetve azt követően. Miért választottam ezt a témát? Egyrészt azért választottam, mert láthatjuk majd ebből a témából azt, hogy egy megkötött, lepapírozott békeszerződést, azt pár év után ennek több pontját tulajdonképpen hogyan hágnak át, hogyan szegnek meg. Egész egyszerűen azért, mert a nagyhatalmi érdekek pár év alatt megváltoznak, sőt, nagyon jelentős mértékben változnak meg. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy amikor a 1940-es békeszerződésnek tulajdonképpen nem a katonai része volt a döntő Magyarország szempontjából, különösen nem. Magyarország esetében fontosabbak voltak ugye az elcsatolt, illetve elcsatolandó területeknek a kérdése, a Csehszlovákiából történő lakosság kitelepítésének az ugye
vagy a jóvátétel mértékének az ügye. A katonai rész a békeszerződés tárgyalása során, külügyminiszterek tanácsának az ülésén, illetve utána a békeszerződés tárgyalása során tulajdonképpen nem kapott jelentősebb szerepet, sőt azt is el kell mondani, hogy még talán az a katonai rész volt az, amelyel Magyarország talán leginkább elégedettebb volt, illetve elégedettebb lehetett. Három dologról szeretnék igazából beszélni az előadásom során. Az első részben az 1945, illetve 47 közötti fegyveres szervek történetét röviden és vázlatosan ismertetném Magyarországon. A második részben beszélnék magáról a békeszerződésről, illetve a békeszerződés katonai részéről, illetve a katonai bizottság munkájáról, illetve a magyar katonai szakértők munkájáról. Még az utolsó részben fogok majd beszélni tulajdonképpen magáról a békeszerződés szegésről. Most itt az első rész mivel kezdeném? Mert kezdeném az 1945. január 20-án megkötött fegyverszüneti szerződéssel, amely tulajdonképpen azt tartalmazta, hogy ami a katonai részt tekintve, hogy Magyarország ugye 8 gyalogos hadosztály kell ugye a Szovjetunió rendelkezésére bocsátani, illetve hát ugye a németeknek, illetve a német birodalomnak hadat kell üzenni, ugye ez már december 28-án ez utóbbi megtörtént. Tartalmazta ugye azt is, hogy a Magyarországon fel kell állítani a szövetséges ellenőrző bizottságot. Na most ennek az egyik ülésen, ugye 45 március 27-én döntenek két gyalogos hadosztály megszervezéséről, és 45 nyarára gyakorlatilag ez a magyar haderő, magyar honvédség 47 ezer fősé vált. Ennek egy részét ki is küldték Ausztria területére, de Ausztria területén nem vetették be őket, egész egyszerűen azért, mert annyira rossz volt a felszerelésük. Na most lényeges lesz az, hogy a háború európai részének a lezárulását követően ennek a haderőnek, illetve a rendőrségnek a csökkentése került tulajdonképpen előtérbe, és maga a magyar honvédség az 1947. február 10-ére 12.890 főre csökken le. Miért? Hát ennek nyilván vannak egyrészt gazdasági okai is. Másrészt pedig van egyfajta MKP-s törekvés arra vonatkozóan, hogy ilyen módon kiszűrjék azokat a honvédségből, akik számukra nem megfelelőek. De hát azért rögtön azt is meg kell említeni, hogy ugye emellett a hadsereg mellett a Magyar Kommunista Pártnak bizony van egy ilyen paramilitáris szerve, egy 24 ezer fős rendezőgárda. Ami azért is lényeges, mert egész egyszerűen Bulgáriában, ugye a bulgár példát nézzük, Bulgáriában, amikor 46 őszén megtörténik igazából a kommunista hatalom átvétel, ott bizony ebbe a helyi népi milícia, ami tulajdonképpen ez a rendezőgárdához hasonló szervezet, az is tulajdonképpen bőven benne van, tehát bőven kiveszi igazából a részét, illetve még erre a dologra majd fogok a későbbiekben is utalni. Lényeges az, hogy igazából mikor kezdenek elfoglalkozni a nagyhatalmak tulajdonképpen a magyar üggyel, illetve a magyar békeszerződés kérdésével. Hát először gyakorlatilag a II. Világháború lezárását követően nem sokkal, 1945. szeptember 12-én folytatnak Magyarországgal kapcsolatban tárgyalásokat, és itt a Szovjetunió azt javasolja, hogy a magyar békeszerződésnek két alapja legyen, az egyik a már megkötött fegyverszüneti szerződés, illetve a pozdami szerződésben foglaltak. Tehát ezt javasolják tulajdonképpen alapnak. Aztán a következő lépés az, amikor 1945. szeptember 18-án a külügyminiszterek tanácsa elé kerül egyfajta béketervezet, és itt csak kimondottan erről a katonai részről beszélnék. Lényeges az, és itt az előző Czinner Tibor előadásához is csatlakoznék, hogy a Szovjetunió nem akarja meghatározni egész egyszerűen a magyar fegyveres szerveknek, fegyveres erőnek, különösen ugye itt a honvédséget, vagy határőrségről van szó, ennek a létszámát. Tehát ők nem akarnak ezzel foglalkozni, ezzel szemben az amerikaiak, illetve a britek azok tulajdonképpen azt hangoztatják, hogy hát azért ezt mégis meg kéne valamilyen módon határozni, valamilyen módon meg kéne ezt szabni. Utána miért hangoztatják ezt? Részben ugye a görögországi események miatt, ugyanis egyre inkább fontossá válik az a nyugati nagyhatalmaknak, hogy a görögországi események
események miatt a bolgár haderőnek a létszámát korlátozzák, hiszen ekkor már a Bulgáriában zajló események is láthatóak. Gyakorlatilag ugye ott is, Bulgáriában és Romániában ugye 1946 őszére megtörténik igazából a kommunista hatalomátvétel. Tehát tulajdonképpen ezen megy a vita. Na most lényeges lesz az is, hogy a nagyhatalmak, azok ugye hát nem csak a magyar békeszerződésről, hanem más békeszerződésekről is tárgyalnak, így például az olasz békeszerződésről is, és ennek kapcsán azért lényeges azt kiemelni, hogy a Magyar Békeelőkészítő Bizottság katonai anyagaiban bizony benne van az, hogy foglalkoznak az olasz békeszerződés tervezettel, egész egyszerűen azért, mert tisztában vannak azzal is magyar részről, hogy valószínűleg itt az olasz békeszerződés majd ugye, hogyha ez elkészül, akkor ez precedens teremt igazából a magyar békeszerződés szempontjából. Lényeges lesz ugyanakkor az is itt az alkudozások során, és ugye a Szovjetunió törekszik arra, hogy a békeszerződés megkötését követően a területén, vagy illetve az érdekszférájában lévő haderőknek az ellenőrzés az ne legyen lehetséges. Tehát erre ők törekednek, és gyakorlatilag ezt sikerül is igazából nekik keresztül vinni. Lényeges lesz az, hogy itt az alkudozások során, ugye itt a külügyminiszterek tanácsában, illetve a nagyhatalmi alkudozások során, ugye meghatározzák azt, hogy Bulgária, Románia, illetve Magyarország a lakosság számában alakítsa ki tulajdonképpen tehát úgy legyen kialakítva igazából a haderőnek a létszáma. Ez egyébként inkább az előbb elmondottak miatt a nyugati hatalmaknak kedvez. Na most 1946. június 27-én a külügyminiszterek tanácsában a magyar békeszerződés tervezett utolsó változata is megszületik, és ez került tulajdonképpen a békekonferencia elé. A konferencia ugye 46. július 29-én kezdődik meg. A konferenciának különböző bizottságai vannak, egyik ilyen igazából a katonai bizottság. Lényeges lesz az, hogy ugye a vesztes államoknak a képviselői 1946. augusztus 20-ig tehettek igazából a tervezetükhöz módosító indítványokat, aztán szeptember 30-án foglalkozik a katonai bizottság a magyar ügyel. Itt igazából a magyar felszólaló az gyakorlatilag egy 5-10 perces beszédet mond. A katonai bizottság tevékenysége nem is ebben merül majd ki, erről még fogok beszélni, hanem azokban a különböző javaslatokban, tervezetekben, észrevételekben, szakértői anyagokban, amelyeket tulajdonképpen korábban készítenek. Most a plenáris ülés az október 12-én fogadja el a béketervezetet, illetve 1946. december 6-án a külügyminiszterek tanácsa akkor adja át igazából a békék szövegét a szerkesztő bizottságnak. Tehát ez lesz egy lényeges pont. Na most a magyar békeszerződés katonai része tulajdonképpen mit is tartalmaz, itt látható a dián, hát ugye tartalmazza az, hogy az ország csak a belső, illetve a határvédelemhez szükséges, összesen 70 ezer fős haderőt tartat, 90 repülőgépet, viszont bombázót azt nem. Lényeges lesz az is, hogy évi 45 ezer fő újonc tartalék kiképzését biztosítja igazából ez a 70 ezer fős haderő. Lényeges az, és ugye itt az előbbi gárdás dologra utalnék, hogy a hadseregen kívül nem lehet katonai kiképzést folytatni. Idézem, tilos az általán a jellegű katonai előképzés és utóképzés a haderőn kívül, minden a hadseregen kívüli szervezetben tilos a katonai kiképzés. Ugyanakkor tilos volt a következő típusú fegyverzet polgári eszköz rendszeresítése, német vagy japán fejlesztésű katonai és nem katonai repülőgép, atom és rakétafegyver, kivéve bizonyos torpedók, tengeri akna, a folyami az nem, tenger alatt járó motoros torpedócsónak, különleges típusú rohamgép, illetve ilyenek kikísérletezése. Ez utóbbiak miért kerülnek bele igazából ebbe a katonai részbe? Egész egyszerűen azért, mert belekerült az olaszba, és ennek ez is mutatja, hogy bizony ennek a mintájára alkotják meg részben többek között a magyar békeszerződést, illetve hogy itt annak a katonai részét is.
Az ötödik pont, ezeket a pontokat én szedtem így össze, ugye a hadianyagot csak saját célra gyártatott az ország, megmaradt hadianyagokról való rendelkezést szabályozták, nem lehetett német eredetű hadianyagokat gyártani, és német vagy volt német állampolgárokat katonai munkára alkalmazni, illetve Magyarországnak a későbbiekben a szövetségesekkel együtt kellett működnie abban, hogy Németország német területen kívül nem fegyverkezik fel. Ennek a katonai résznek az újragondolása akkor vált lehető, vagy akkor vált volna lehetővé, amikor ugye Magyarországot felveszik az ENSZ-be. Lényeges volt ugye a hadifogoly kérdés, amit úgy szabályoznak, hogy mihelyt lehetséges, a hadifoglyokat haza kell szállítani, és erről még majd fogok beszélni. Lényeges az, hogy ezeket a pontokat nem csak a békeszerződés alapján szedtem össze, hanem a békeszerződésnek megjelent egy úgynevezett magyarázata is. Tehát 1947-ben adták ki ezt a kis könyvecskét. Érdekes, hogy ezt nem nagyon használják a szakirodalomban, de ez megjelent, tehát ez egy hivatalos változat lett, amit kiadtak. A Párizsi békeszerződés, illetve annak a magyarázata címmel, ugye több helyen csak magát a békeszerződés szövegét szokták citálni, magát tulajdonképpen a magyarázatokat. Nem. Tehát ezt tartalmazza a békeszerződés, az előbb vázoltam azt, hogy hogyan történik ennek a megkötése, és igazából most röviden beszélnek tulajdonképpen arról, hogy itt a békeszerződésnek a katonai része az tulajdonképpen hogyan jön létre, hogyan alakul. Lényeges az, hogy már 1946 elején készítenek különböző ilyen katonai anyagokat, amelyek nem csak a katonai részhez készülnek, hanem más részekhez is készítik őket, például a területi résznek a kialakításához. És ezekből állítanak össze, aztán ezekből a szakértői anyagokból nem csak a katonai részhez, hanem más részekhez is olyan anyagokat, amelyeket aztán tulajdonképpen a későbbiekben a Párizsi Békeszerződés Katonai Bizottságához beterjesztenek. Majd erre is és igazából most erről beszélnék, hogy melyek ezek a szakértői anyagok, mit tartalmaznak vázlatosan, illetve majd beszélnék arról, hogy melyek azok a gondolatok, amelyek ugye megjelennek azokban az anyagokban, amelyek ugye kimondottan a Békeszerződés Katonai Bizottságánál majd ugye megjelennek. Egyébként Szemes István, illetve Csebe Jenő, a magyar küldöttségnek a katonai szakértője, akik egyébként csak augusztus 17-én utaztak ki. Na most mivel foglalkoznak ezek a szakértői anyagok? Hát például foglalkoznak Magyarország, illetve más ország világháborús haderejével, foglalkoznak a magyar haderő és más ország, itt különösen ugye Csehszlovákia, illetve hát majd Szlovákia és Románia haderejével, illetve megjelenik egy olyan vélemény, hogy a trianoni döntés, amely nagyon lebutította tulajdonképpen az akkori hadsereget, az gyakorlatilag egy kényszerpályát jelentett. Kényszerpályát jelentett azért, mert a szovjet bizonyos szempontból ezáltal a Szovjetunió elleni háborúban sem készül fel az ország. Itt hangsúlyozzák azt, hogy Magyarországot beugratják ebbe a háborúba, ugye ezekbe a szakértőanyagokba hangsúlyozzák. Illetve lényeges az is, hogy itt a kényszerpálya inkább itt jelenik meg, hogy ugye a 44. október 15-i kiugrási kísérletnél, és itt Romániával vetik össze, hogy Romániának van egy óriási hadereje, ami szintén lehetővé teszi azt, ugye mondják ők, hogy a Románia az ő maga kiugrását sikeresen hajtatta végre, ezzel szemben Magyarország ezt nem tehette meg. És érdekes az, amit még Romániával hangsúlyoznak, ez pedig az, hogy viszont Romániánál azt emelik, hogy Románia jóval nagyobb erővel vesz részt a Szovjetunió elleni háborúban. Itt ezek a szakértői anyagok 700 ezer főről beszélnek, a magyar szakirodalomban 600 ezer fő szerepel egyébként, de ezt is igyekeznek kihangsúlyozni. Német kérdés, ez egy érdekes adalék itt a különböző katonai anyagokban. Ez Vörös János honvédelmi miniszter, Gyöngyösi János külügyminiszternek írott levele, és ebből idéznék, hogy itt igyekeznek bizonyos dolgokat a hazai németekre, németségre kenni, és akkor most kezdeném is az idézetet. Írja Vörös, a korlátlan német nyomás titkos segítése által befolyásos helyekre jutott, a magukat külszínben magyarnak mutató hazai német származású egyedek a kizárólagos német érdekeknek megfelelően a legfelsőbb államvezetést, ahol tudták, tudatosan becsapták és elárulták, és belevitték a nemzetet is a háborúba.
Ez a gondolatmenet aztán nem jelenik meg a későbbi beadványokban, de az előző előadáshoz, tulajdonképpen a Orosz László előadásához szeretnék ezzel csatlakozni. Lényeges az igazából, hogy megjelenik egy ilyen nagyon naív magyarázat is a magyar haderő második világháborús úgymond viselkedésével kapcsolatban, hogy amiben azt írják, hogy igazából a magyar haderő azzal, hogy október 15-e után betagolják a német haderő mellé, ennek során gyakorlatilag igyekezett szabotálni a német hadműveleteket. Tehát ezt is igyekeznek bizonygatni ezekben az anyagokban, de ez egy elég naív magyarázat. Érdekes, hogy készül egy olyan anyag is, amiben a különböző fegyveres haderők, tehát a különböző országok hadereinek az úgynevezett fegyver energiáját hasonlítják össze, és itt azt kalkulálják, hogy 1944-1945-ös csúcsidőszakban a magyar haderő akkor volt a toppon, elmondásuk szerint, tehát az anyag szerint, és itt 1,5, tehát másfél szövetséges hadtestének felelt meg ennek az össz magyar haderő fegyver energiája, tehát ez a tűzerő, stb. Jelentett tulajdonképpen. Aztán hangsúlyozzák azt is, hogy Franciaország, Hollandia, Norvégia, Dánia, egy-egy SS hadosztályal vesz részt a világháborúban, illetve hát arra is kitérnek, hogy Csehszlovákia gyakorlatilag nem tanúsít a német lerohanás ellen igazából semmiféle ellenállást. Tehát ezeket a dolgokat igyekeznek hangsúlyozni, ezek közül nagyon kevés kerül be aztán a Párizsi Békeszerződés Katonai Bizottsága elé terjesztett egyéb magyar anyagokban. Mi az, amit még igazából hangsúlyoznak, és itt a következő dián szeretném tulajdonképpen ezt mutatni. Készítenek, hiszen kérnek tőlük olyan térképeket, amelyek a trianoni határokkal foglalkoznak, mégpedig katonai szempontból. Ennek során hangsúlyozzák azt, hogy a trianoni határoknak a kialakítására nagyrészt azért került sor, mert ennek katonai szempontjai is voltak. Ugye északon látható, hogy amiben ábrázolják a Csehszlovákiával foglalkozik, a csehszlovák haderőnek a lehetséges felvonulását. Ennek során hangsúlyozzák azt, hogy a Dunától keletre lévő nyíl, tehát azon az útvonalon nagyon könnyen és nagyon rövid idő alatt megtámadhatják Budapestet, illetve ezzel kapcsolatban, és itt a Holosi kollégához csatlakoznék, készül egy szakértői anyag a pozsonyi hídfővel kapcsolatban is. És a pozsonyi hídfővel kapcsolatban annyit mondanak el igazából, hogy ez katasztrófa lenne a pozsonyi hídfőnek a további kiszélesítése, mert ezzel a Dunántúl északi része teljes mértékben lerohanhatóvá válik, illetve válna, illetve itt még eszükbe jut tulajdonképpen az első világháborús észak-dél, tehát a nyugati határnál lévő korridor tervezet is. Úgy gondolják, hogy a hídfő kiszélesítése ennek egy esetleges később ilyen korridornak az első lépése, első állomása lehetne. Na most itt látható az, hogy a különböző ilyen katonai elvek alapján javasolják egyrészt az, és ugye itt Csehszlovákiához csatlakozik a következő dia, hogy ha már Magyarországnak oda kell adni, vagy ki kell szélesíteni ugye ezt az úgynevezett pozsonyi hídfőt, akkor a 100, illetve sütő vonal által határolt területet, amit én sárgával jelöltem, akkor legalább cserébe ezt kapja meg tulajdonképpen Magyarország. De hát ugye persze erre a későbbiekben nem kerül sor, de hát ugye ilyen szakértői anyag az tulajdonképpen készül, és ezen térkép, illetve elképzelések alapján készül egy ilyen térkép, ugye, ami a Magyarország számára a hadászatilag kedvező határterveket mutatná. Itt látható a térképen, hogy ezt berajzolják, de itt hangsúlyozzák azt igazából, hogy a békekonferencián nem ezzel kell érvelni, hanem az etnikai, illetve néprajzi elvvel kell tulajdonképpen érvelni. Tehát ez a térkép az etnikai néprajzi elvi határok kialakításához érvként készült segédként. Egyébként a képen látható térkép az angol, illetve magyar nyelvű. Érdekes volt számomra, az előző is két nyelvű volt. Érdekes volt számomra, hogy eddig orosz nyelvű nem került elő igazából itt a levéltári anyagból. A térképen a 30, illetve 39 közötti népszámlálási adatok láthatóak, és ugye erre rávezetve tulajdonképpen
ez a határvonal, illetve a határtervezet. Na most milyen elképzelések vannak még itt a szakértői anyagok között? Érdekes az, hogy a Magyar Katonai Bizottság is egy 70-80 ezer fős haderő fenntartását kezdeményezi. Egész egyszerűen azért, mert ez a 45 ezer főnyi újonc tartalék kiképzéséhez biztosíték, és ezen a ponton tulajdonképpen találkozik a nagyhatalmaknak az elképzelésével. Sok ponton nem. Amit még sikerül elérni az az, hogy a magyar haderő ne 40 ezer fős legyen, hanem 70 ezer fős. És akkor itt meg is jelenik egy ilyen idézetet mondani, hogy véleményünk szerint minden magyar kérdés annyiban érdekes, amennyiben a nagyhatalmak szempontjából értékkel bír. Na most a békeszerződés lezárulását követően a nemzetközi politikai helyzet nem megváltozik, ugye itt a nyugat-berlini válság, koreai háborút lehetne említeni, és ezt követően aztán történik meg gyakorlatilag a békeszerződés szegés, ugyanis 1950-re 1950-ben a haderőnek a létszáma átlépi, illetve a határőrségnek a létszáma átlépi ezt az úgynevezett 70 ezer fős határt. 1953-ra lesz egy 210 ezer fős haderő, emellett 1952-re még lesz egy 18 ezer fős határőrség. Magyarország tart bombázógépeket, holott nem tarthatna, illetve a 1953-ra 750 darab repülőgéppel rendelkezik, illetve a békeszerződés szegésén megtörténik olyan ponton is, hogy Magyarország a haderőn kívül is folytat kiképzés, katonai jellegű kiképzés, gondoljunk itt a Szabadságharcos Szövetségre, vagy az MKP előbb említett rendezőgárdájára, vagy a Szociáldemokrata Párt 1947-re felállított 20 ezer fős rendezőgárdájára, amelyet ugye aztán 48-ban összevonnak, és 50-ig működik. Zárszóként adjuk mondanék, és köszönöm szépen a türelmet, hogy mindebből látható az, hogy a nagyhatalmak még az általuk aláírt békeszerződéseket is felülírták, illetve felülíratták, amennyiben érdekeik úgy kívánták azt. Köszönöm szépen a figyelmüket és a türelmüket. Én egyetlen gondolattal szeretném zárni a mai napot, és ha a hallgatóság úgy véli, hogy valóban szép nap volt, akkor annak nagyon örül a rendezőség. Méghozzá ez a gondolat a mai esemény kísérő sajtóvízhangok egyikében úgy szólt, hogy úgy múlt el ennek az évnek a februárja, hogy tulajdonképpen a 70. kerek évfordulóról szinte semmi említés nem történt. Ezt kívántuk valamilyen módon feloldani, ezt a problémát oly módon a magunk lehetőségeivel és eszköztárával rendezni, hogy egy, ha nem is februárban, de még a fél év folyamán, tehát néhány hónappal később tartott egésznapos konferencia keretében próbáltuk megvizsgálni azokat az általunk választott, bizonyára nem teljes körül, de azért mégis remélhetőleg érdeklődésre tartó szempontokat, amelyek témakörében az előadások elhangzottak. Őszintén remélve, hogy sikerült a várakozásnak eleget tenni, köszönöm meg részvételüket, köszönöm meg az előadóknak azt, hogy felkészültek, megtartották előadásaikat, önöknek pedig a türelmet, tekintettel arra, hogy a klíma ilyenkor június lévén, és mint tudjuk, légkondicionálás a teremben nem működik. Néha próbára tette a hallgatóságot a tekintetben is, hogy kellő hangulatban értékelje a befogadottakat. Tehát még egyszer megköszönve jelenlétüket a törzsközönségünknek, hiszen számos olyan arcot látunk, amelyek a Veritas esteken is állandóan megtisztelnek bennünket jelenlétükkel. Jelezzük, hogy ezzel a mai rendezvénnyel tulajdonképpen szinte lezártuk az első fél éves tevékenységünket, de ősszel folytatni kívánjuk. Úgyhogy ezennel is jelzem, hogy ősszel újabb meghívókra számíthatnak. Még egyszer köszönöm a jelenlétüket. Viszontlátásra!